Vážení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, pri príležitosti Dňa učiteľov vás pozdravujem. Ďakujem za vašu každodennú, obetavú a kvalitne odvedenú prácu. Deň čo deň pracujete na tom, aby ste svoje vedomosti čo najlepšie odovzdali ďalšej generácii. V minulom roku, počas pandémie, sme boli svedkami toho, ako veľmi vás, učiteľov, potrebujeme, keď za vyučovanie detí popri učení sa z domu boli zodpovední rodičia. Zo strany samosprávy sa snažíme zabezpečiť všetky podmienky, aby ste sa vy a naše deti cítili v krásnom prostredí čo najkomfortnejšie. My však vieme poskytnúť len zdanie. Naše vzdelávacie inštitúcie viete obsahom naplniť len vy. Kľúč od budúcnosti je vo vašich rukách. Akým je učiteľ našej súčasnosti, taká bude naša budúcnosť. Ja osobne sa však domnievam, že naša budúcnosť je v dobrých rukách. Práca pedagóga je ako práca záhradníka. Sadenicu prinášajú rodičia. Škola nemôže robiť nič iné, len ju ďalej pestovať. Obrobí okolo nej pôdu, dozrie na to, aby sa ku koreňom dostalo čo najviac živín. Z okolia sadenice ostráni všetko, čo by zabránilo jej ďalšiemu rastu a vývoju. Niekedy, keď sa zodvihne veľký vietor, priviaže rastúci výhonok opore, aby sa nezlomil. Po čase ostráni nevyhnutnú oporu a iba z diaľky sleduje, či zo sadenice vyrástlo to, čo chcel. Nevyrastie z nej nič iné, len to, čo zasadili rodičia, avšak veľké bremeno zodpovednosti nesie škola. Úvahy benediktinského mnícha Richarda Korzenského veľmi presne poukazujú na nezastupiteľnú úlohu učiteľov a obrovskú zodpovednosť vychovávateľov pri výchove detí. Dieťa je nevyhnutne milovať a podporovať jeho zdravý vývoj. V školách a v škôlkach vytvárať emocionálne prostredie, aby sa mohlo slobodne rozvíjať. Zamyslíme sa však aj nad myšlienkami Jozefa Jötvösa, ktorý popri svojej horlivej ochranárskej láske poukazuje na nevyhnutnosť a dôležitosť delania. Komu nikto nerozkáže, ten si pravdepodobne nebude rozkázať ani sám. Ten, kto si v živote plní svoje povinnosti až po dlhom mudrovaní, a aj to len vtedy, ak nenájde výhovorku na ich nesplnenie, ten si ich plniť nebude. Preto je potrebné, aby si dieťa na niektoré veci zvyklo v správnom čase. Spomienku na svojich učiteľov si obyčajne so sebou nesieme po celý život. Učivo po rokoch vybledne, avšak naše srdcia nezabúdajú. Tí najzasnejší ľudičia s nami zostávajú do poslednej chvíle. Možno preto vymysleli tento deň, kedy s úprimnou láskou mnohí z nás ďakujú kvetinou, objatím alebo vrúcnými slovami svojim učiteľom a vychovávateľom ďalšej generácie. Boh nech žehná všetkých učiteľov. Tisztelt pedagógusok, nevelők, tanítók és nem pedagógusi iskolai alkalmazottak. Pedagógusnak alkalmából köszöntöm Önöket,
a gyémántcsiszolókat. Köszönöm elkötelezett, magas színvonalon végzett munkájukat, mindennapos helytállásukat. Önök mindannyian nap mint nap azért dolgoznak, hogy tudásukat a következő generációnak adják át. Az elmúlt évben láttunk példát, hogy milyennek szükség van önökre, pedagógusokra. A pandémia idején a szülők feladata volt az otthoni tanulás mellett a tanítás is. Az önkormányzat részéről mi is igyekszünk minden körülményt megteremteni annak érdekében, hogy gyermekeink és önök is szép környezetben komfortosan érezzék magukat. De mi csak külsőségeket tudunk biztosítani. Tartalommal önöknek kell megtölteni tanítási intézményeiket. Önök tartják kezükben a jövő kulcsát. Amilyen a ma pedagógusa, olyan lesz a jövőnk. Úgy látom, a jövőnk jó kezekben van. A nevelő munkája olyan, mint a kertészé. A palántákat a szülők hozzák, az iskola másra nem vállalkozhat csak arra, hogy felneveszti a palántát. Megmunkálja a földet körülötte. Ösztönzi, hogy gyökerei táplálékot kapjanak. Félretolja, lenyesi a környezetből mindazt, ami meggátolná, hogy a növekedés, ami a növekedéshez elengedhetetlenül szükséges. Olykor meg, ha erős a szél, a felnövekvő hajtást karóhoz köti, hogy derékban ne roppanjon. És egy idő után elviszi mellőle a karót. Ettől kezdve aggódva figyeli, most már távolabbról, vajon olyanná nőtte fel, ami ennek szerette volna. A hajtásból más felnőni nem fog, csak az, amit a szülők ültettek. De hogy majd önállóan is megkapaszkodjék, hogy egyenes törzsel álljon, hogy megnyugtató, életet sugárzó legyen, felelős érte az is, aki öntözi, aki kertészkedik, aki a csenevészeknek látszó hajtásra esetleg tápsót is tesz. Igen nagy felelőssége van az iskolának. Dr. Konzerszky Richárd, bencés szerzetes gondolatai nagyon pontosan mutatnak rá a pedagógusoknak a gyereknevelésben betöltött nélkülözhetetlen szerepére és a nevelők óriási felelősségére. A gyermeket szeretni és biztatni kell, hogy egészségesen fejlődjön, és az óvodákban, az iskolákban biztonságot nyújtó érzelmi környezetet kell teremteni számára, képességei szabad kibontakoztatásához. Szívleljük meg azonban Eötvös József gondolatait, amelyek a meleg, óvó szeretet mellett a kötelességre nevelés szükségességére és fontosságára intenek. Kinek senki sem parancsol, az bizonyosan magának sem fog tudni parancsolni. Ki az életben kötelességeit csak hosszú okoskodás után, csak akkor teljesíti, ha azoknak megszerzésére éppen semmi okot nem talál, nem fogja teljesíteni kötelességeit. Éppen ezért szükséges, hogy gyermekeink jókor megszokják bizonyos dolgokat, és tekintsék ezeket kötelességeiknek. A pedagógusaink emlékét egy életen át magunkkal hordozzuk. A tananyag agyunkban megkopik, de szívünk nem felejt. A legigazabb pedagógusok az utolsó percig velünk maradnak. Talán ezért találták ki ezt a napot. Ki virággal, ki egy öleléssel, ki meleg szóval köszönje meg a csodálatos hivatalos képviselőinek, a jövő nemzedék nevelőinek, óvónőknek, tanároknak, őszinte szeretettel. Külön meg szeretném köszönni a nyugdíjas pedagógusainknak is a sok éves munkájukat. Sajnos még az idei év sem engedte a Covid vírus miatt ennek a szép eseménynek a teljes körű, más évekhez hasonló megrendezését. Viszont bízom benne, hogy lesz még alkalom az idén nyáron arra, hogy nyugdíjas pedagógusainkkal együtt megünnepeljük a
ezt a tanítónapot minden tanintézményen belül. Jó egészséget, sok erőt és türelmet kívánok minden pedagógusnak. Isten éltessen minden pedagógust! Én tényleg nagyon rövid leszek, pár gondolattal csatlakoznék csupán polgármester úr szövegéhez, mégpedig egy Németh László idézettel. Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet. A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézett dolga kettőt tételez fel. Hogy az emberek az eddiginél különbé nevelhetők, és hogy az eddiginél többre taníthatók. Hiszek benne, hogy a tanítás lélekgyógyítás, a nevelés pedig növelés. És én most ezzel köszönöm meg azt, hogy lámpásként világítjátok meg gyerekeink életét. Isten éltesse minden pedagógust!